A műsort támogatja az Illés Sportalapítvány. Szeretettel és természetesen tisztelettel köszöntöm a Szombathelyi Televízió kedves nézőjét. A hónap utolsó hétfője köszöntött ránk, ugye ez azt jelenti, hogy sport esténk lesz itt a Szombathelyi Televízióban, ami az Arénával kezdődik, az Akadémiai Foci Magazinnal folytatódik, végül pedig majd a Portréval zárul. Nézzük azt, hogy mi a menü a mai Arénában. A labdarúgás és a kosárlabda játssza majd a főszerepet a mai sportmagazinunkban, emellett pedig szó lesz majd még egy harmadik sportágról, egészen pontosan az atlétikáról. A nyereményünk pedig a kosárlabdához kötődik ezúttal, ugyanis a Falkó csapata ajánlott fel kétszer két darab belépő jegyet azok között, akik megtisztelnek bennünket az SMS-ükkel, a már jól ismert számra, azaz a 0620-2020-800-asra várjuk kérdéseiket, véleményüket. A jegyek természetesen a hétvégi bajnoki mérkőzésre szólnak, amelyet pénteken este játszik majd a szombathelyi csapat, az ellenfél pedig a Szeged együttese lesz. Miatt azonban még a kosárlabdával foglalkoznánk, kezdjük az arénát labdarúgással már csak azért is, mert tegnap este itt vendégeskedett a győri Eto csapata a Rohonczi úti stadionban. Nézzük, hogy hogyan sikerült a szombathelyi haladás elleni bajnokiuk. Két kifejezetten gyenge formában lévő csapat találkozott egymással az NB1-es labdarúgó bajnokság 12. fordulójában 2000 néző előtt a Rohonczi úti stadionban. A 15. helyen álló szombathelyi haladás a legutóbbi fordulóban a sereghajtó Dunói város otthonában kapott ki, míg a 9. pozíciót elfoglaló Győri Eto hazai környezetben játszott egy kinkeserves döntetlent az Újpest együttesével. A nemes egyszerűséggel csak nyugat-dunántúli rangadónak apostrofált derbin debütált a vasi zöldfehérek kispadján a régi új vezetőedző, Szentes Lázár, akinek rögtön a derbi elején meleg pillanatokat szereztek a rábapartiak. A második percben Rudolf éleszögből eleresztett bombáját csak üggyel bajjal tudta hárítani Rózsa. Az első negyed óra végén is a haladás kapusának akadt dolga, amikor is Stieber lövését csak másodjára tudta megfogni. A 31. percben ismét Rudolf okozott problémát a vasiaknak, de a labdája Rózsa lábáról a mezőnybe pattant. Nem sokkal később azonban már nem volt pardon, Völgyi bal oldalról érkező beadását Varga továbbította a haladás kapujába. A 40. percben kis híján megduplázták az előnyüket a rábapartiak, de Lipták fejese elkerülte a vasiak ketrecét. A félidő hajrájában azonban már összejött a vendégek második találata, amit elsősorban a nagyot hibázó Rózsának köszönhettek. Így pedig 2-0-ás győri vezetésnél vonulhattak pihenőre a küzdőfelek. Térfélcserét követően többnyire az Eto támadgatott, de a nagy helyzet a haladás előtt adódott, de városi ajtóablak helyzetben hibázott. A 80. percben viszont csak a szerencse mentette meg a szombathelyeket a harmadik találattól, a labda szó szerint a gólvonalon állt meg, így a vasi védőknek sikerült felszabadítaniuk. Az utolsó pillanatokra még maradt egy nagy győri zicser, de Priskén lövését Rózsa szép mozdulattal védeni tudta. Így a találkozót teljesen megérdemelten 2-0 arányban nyerte meg a vendégcsapat. A haladásnak továbbra is 8 pontja van, amivel a kieső 15. helyen áll. A vasi zöldfehérek legközelebb november 1-én szombaton a Nyíregyháza otthonában lépnek pályára bajnoki mérkőzésen. Kedves nézőink, pontosan egy héttel ezelőtt az aréna végén én azt ígértem önöknek, hogy a haladás vezetőedzőjét, Artner Tamás volt akkor még a vezetőedző, vendégül látjuk itt a stúdióban, nos, azóta váltás történt a kispadon, és immáron Szentes Lázárt köszönhetem tisztelettel itt a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Hát láttuk, amit láttunk. 0-2 a mérkőzésen, a bemutatkozó mérkőzésen. Furcsa, de mégis megkérdezem, ilyen bemutatkozásra számított, vagy azért határozottan jobbra? Hát jobbra mindenképpen, tehát az eredmény maga nem szimpatikus, nagyon nem szimpatikus, és az első félidei játékkal is vannak fenntartásaim. Az sem úgy sikerült, ahogy előzetesen azt vártam, vagy ahogy készültünk. A második fél időben már voltak időszakok, amikor megfelelő nyomást tudtunk az ellenfélre gyakorolni, és még helyzeteket is alakítottunk ki, viszont a végeredmény az viszonylag sima.
Akár is nézzük, azért ez a Győri Eto ugye a 9. helyen állt a mérkőzés előtt, de hogyha a játékos állományát nézzük, akkor a győrieknek simán az első háromban van a helyük, tehát egy nagyon erős ellenfél volt. Így van, ezt nyilván le is nyilatkoztuk meg, aki egy kicsit jobban figyeli itt az első osztály történéseit, láthatja, hogy ez a játékos állomány tényleg az első háromban van. Foglalkozunk a saját játékos állományunkkal. Ez a csapat mire hivatott a jelenlegi NB1-ben, mondjuk ezzel a kerettel, amivel jelenleg rendelkezik, avagy gondolom a későbbiekben majd azért változtatásokat is lehet eszközölni? Lehet, de hát annyira nem szabad előre menni, hiszen én ezt a csapatot jelenlegi állapotában vettem át, és a hátralévő mérkőzéseken kell annyit elérnünk, hogy lényegesen több pontot szerezzünk, és most nem szabad arra gondolni, hogy mi lenne, hogyha ez lenne az XY, ez itt játszana, ott játszana, nem szabad ezzel foglalkoznunk, azzal kell nekem törődnöm, hogy a rendelkezésre álló játékosokból a legtöbbet kihozzam. A állapotuk és a képességeik alapján semmiképpen sem kieső ez a csapat. Mi a baj akkor ezzel a csapattal, mert hogy valami baj van, az biztos, ugyanis persze. 15. helyen áll. Így van, nyilván kevés pontot szereztünk, és az én vezetésemmel is elveszítettünk egy mérkőzést idehaza, ami sosem jó. A probléma az, hogy az nyilván, amikor jön egy edző, vagy van egy edző, annak az a legfontosabb feladata, hogy a saját képére formálja a csapatot, hiszen minden ember más, szerencsére minden edző más, mindenkinek más elképzelései vannak. Nyilván aktuálisan van egy klubfilozófia, vannak játékos állományok, amihez alkalmazkodnunk kell, de a legfontosabb az, hogy minél gyorsabban megtalálni azt a csapatot, nekem meg kell találnom, amely csapat képes pontszerzésre és gólszerzésre, mert engem az zavar. Nyilvánvalóan ebben benne van a játékosi és az edzői pályafutásom, hitvallásom, hogy nálam az a csapat úgymond necces, kicsit szlengesen, amelyik még gólhelyzetet sem tud kialakítani. Tehát, hogyha azt el tudom aktuálisan érni minimális rövid idő alatt, hogy a csapat gólhelyzetet alakítson ki, és viszonylag kevés gólt kapjon, akkor már egy lépést tettünk előre. Nyilván az már egy másik, amikor azt a gólhelyzetet ki is kell használni. Nyilván erre egy edző rá tud segíteni, viszont itt azért jönnek a játékos kvalitások, az aktuális fizikális és mentális állapot, de azért vagyok ennek a csapatnak a vezetőedzője, hogy ezt az ideális állapotot elérjem a lehető legrövidebb időn belül. Annak idején ön már volt a Haladásnak a vezetőedzője, és hogyha jól emlékszem, akkor elég komoly sikereket ért el a csapattal. A Magyar Kupa döntőjébe vezette, ahol tényleg nüanszokon múlott az, hogy nem nyerte meg a kupát a csapat. Mennyire lehet most egy ilyen sikeres időszaka mondjuk a Haladásnak? Mit kellene érdekében tenni? Hát egész más, tehát a két csapatot nem lehet egy napon említeni. Nem azért, mert hogy az a csapat ennyivel gyengébb lenne, egészen más összetételű. Hiszen itt a fiatalok, a nagyon fiatalok és 20-as éveik elején járó labdarúgók alkotják a törzset, abban a csapatban pedig a középkorúak és nagyon rutinos labdarúgók voltak. Nyilván más volt a helyzet is, hiszen azt a csapatot én a felkészülés elején télen vettem át. Ezért nem mindegy, hogy szezon közben veszünk át egy csapatot, vagy van akár két hónapunk, hogy felkészüljünk. Tehát mindenképpen nagyon nagy a különbség ebben, hogy nekem mennyi időm, lehetőségem van arra, hogy az előbb említett saját képre való formálásra legyen idő. Ugye, hogyha egy edző a szezon eleje előtt átveszi már csapatot, akkor lényegében játékos keretet ő állítja össze. Most viszont kész termékből kell főznie, hogy így fogalmazzak. Az előző edzőnél, Artner Tamásnál nagyon pozitív volt a szurkolói megítélés szempontjából az, hogy nagyon-nagyon sok olyan játékost tett be a csapatba, adott ezeknek a játékosoknak lehetőséget, akik az Illés Akadémiáról kerültek fel. Az ön filozófiájában mennyire fél bele az, hogy a saját nevelésű játékosokat játszassa? Mindenképpen ez a célvezérel és a korábbi állomás helyem én is, ahol korábban első osztályban, vagy akár másodosztályban, ott kevésbé, de első osztályban, ahol dolgoztam, mindenképpen szerettem körülnézni a klub, az adott klub utánpótlásában, és a tehetséges srácokat az első csapattal edzetve fölgyorsítani a fejlődési folyamatokat. Nekem is egy hitvallásom ez.
Nem olyan régóta van itt a csapatnál, ugye szinte csak pár edzést tudott tartani. Mi az, amit leszűrt már ezeken az edzéseken? Tehát, hogy ezek a játékosok mondjuk játéktudás szempontjából hova tehetők mondjuk az NB1-ben? Mert ugye az elmúlt szezonokban többnyire 8. helyen végzett a Ladás, sőt az előző bajnokságban a 6. hely az egy extra teljesítmények volt minősíthető. Nyilván itt ezt azért hozzá kell tenni, hogy az a csapat, az a keret, az edzőstábbal folyamatosan együtt dolgozott. Nyilván az nagyon-nagyon nagy előny, hogyha ki tudnak alakítani egy folyamatos, folytonos játékot. A játékosokkal különösebb gond itt nincsen, annyi van, hogy meg kell találni az ideális állapotot, az ideális pozíciót, az ideális csapatrészeket, és azt egy eredményes csapattá kell gyúrni. Tehát, hogyha erre 4 edzésem van, mert annyi volt, akkor 4, ha 40, akkor 40, ha 400, akkor 400. Viszont nyilván az első napon, az első mérkőzésen jöhet felém a kritika, mint ahogy jött is, hogy nem nyert a csapat. Hát én vagyok a vezetőedző, teljesen mindegy, hogy 4 edzésem volt. Nekem ez nem okoz problémát végül is, mert ez a szakmám, ez a munkám, ez így ítélnek meg az eredmény alapján. Nagyon úgy néz ki, hogy ez a csapat azért mentálisan eléggé megviselt állapotban van, legalábbis kívülről ez így néz ki. Ezt ön belülről hogyan látja, és hogyha így látja, akkor mit lehet ennek érdekében tenni? Meg gondolom, a legegyszerűbb az lenne, hogy győzni kell egyszer. Nem, hát igen, az a legjobb, hogy értsek, ahhoz el kell jutni, hogy győzhessen egy csapat. Nyilván itt az alaphelyzet az, hogy amikor én múlt szerdán megtartottam az első edzésemet, ez a csapat akkor utolsó előtti volt, és volt 8 pontja, tehát gyakorlatilag akkor értelemszerű, hogy egy csapat mentális állapota nem a fellegekben ugrál, hanem keményen problémáik vannak, hiszen kudarc hátán, épp a legutóbb kikaptak egy olyan csapattól, amelyik mögöttük volt, és ezeket mind fel kell dolgozni, és nekem ez a 4 nap arra kellett, hogy egy a személyes 4 szem közti beszélgetések folyamán fölmérjem az aktuális pszichés mentális állapotát a játékosnak, és megtalálva ezekből a beszélgetésből azt a fonalat, hogy kire hogyan tudok számítani. Ez az egyik része, a másik pedig, hogy ezt a játékost a kemény problémáival, mert kudarc élmények sorra éri, ezt a játékost nekem be kell építenem egy működő eredményes rendszerbe, tehát erről szól a mi szakmánk. Arról már beszélgettünk, hogy a játékos keretben majd esetleg a későbbiekben lehet változtatásokat eszközölni, viszont a stábban, ami önt segíti, a szakmai stábban, jóval korábban lehet. Ezzel kapcsolatban milyen tervei vannak? Mindenképpen szeretnék a stáb összetételén is változtatni. Nyilván itt volt egy kialakult helyzet, hogy a korábbi stábból 2 edző elment, vagyis a vezetőedző és az egyik asszisztens. Az egyik asszisztens maradt, és a kapusedző. Szeretnék állandóra hozni egy asszisztensedzőt, ami még nagyon megoldatlan itt a klubnál, hogy nincsen rehabilitációs edző, a kondi edző pozíció sincs betöltve, tehát lehetne azért a szakmai stáb összetételében is a minőség irányába elmenni. Hogyha nevesítenek arra, akkor tehát a segítők közül Jagodics Zoltán, aki maradt, és Székely Tibor távozott. Akkor egy picit beszélgessünk a jövőről, már csak azért is, mert itt van a nyakunkon a következő bajnoki mérkőzés, amelyet a csapat majd Nyíregyházán fog megvívni. Hát oda milyen célokkal megyünk, milyen elvárásokkal megyünk majd? Nyilván itt mondhatjuk azt, hogy akármi, meg most akkor nem 4 napon volt, hanem 14, nem. Nyilván egy olyan közvetlen riválishoz megyünk. Tehát közvetlen riválishoz megyünk, ami az alaphelyzet az, hogy kikapni nem szabad. Mert abban a pillanatban, hogyha kikapunk, akkor már nagyon másképp néz ki a helyzet. A döntetlennél marad a status quo, de értelemszerű, mint ahogy az Etót is meg akartuk verni, tehát én úgy készítettem fel a csapatot, és nem a levegőbe beszélek, mert azért, aki megnézi a csapat összetételét, azért kezdettől fogva, a mérkőzés kezdete óta, és végig a cserék által is 4 csatára játszottunk. Tehát gyakorlatilag itt a pályán 4 csatár volt, nyilván nem a csatárok száma dönti el elsősorban a támadójáték minőségét, de ezt a felfogást ugyanúgy követni fogom a Nyíregyháza elleni meccsen is. Nyilván ismerem őket, ismerjük őket, hiszen évek, évtizedek óta bent dolgozom a
labdarúgás, a honi labdarúgás élvonalában. Ismerem az ellenfelet, az ellenfél játékosait, az ellenfél edzőjét is, mert ez azért végül is egy küzdelem az edzők között is. Ez az egyik része. Tehát mégsem azt arra koncentrálok elsősorban, hogy milyen a Nyíregyháza, hanem továbbra is, hogy a mi csapatunkat találjam el, hogy a mi csapatunkat taktikájában, mentálisan, pedagógiailag azok a fontos taktikai dolgok üljenek, amit én át akarok ezeknek a játékosoknak adni, és hogyha ez minél hatékonyabb, minél jobban sikerül, akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy Nyíregyházán győzzünk. Végül is az, hogy ha jól emlékszem, akkor az eltiltások lejártak, sérültek, nagyjából felépültek, tehát akár még azt is mondhatjuk, hogy egy erős kerettel utazhatnak, nem. Vagy azóta vannak problémák. Sajnos. Tehát például a vasárnapi csere fél időben az egyik taktikai volt, a Halmosi Péter sérülés miatt kellett lehozni. Tehát a Halmosi Péter sérült, már most mondhatom, hogy az iszlai 5. sárga, a devecseri 5. sárga, tehát azt mondom, a kérdezőnek is felszaladt a szemüldöke, tehát nyilván nekem ehhez alkalmazkodnom kell, hát az Nagy Olivier sérült, a Mario sérült, tehát nem kicsi a feladat. Hát igen, akkor ha úgy számoljuk, tehát akkor Kopuneknek és Halmosinak ugyan lejárt az eltiltása, de akkor igen. Két másik játékos a sárga lapjai miatt nem játszott. Utolsó kérdésként mit várok kötetettől a nyíregyházi vendégszerepléstől majd? Mindenképpen az, hogy ebben a hátralévő 4 napban úgy készítem fel a csapatot, hogy nyerési esélyeink legyenek, hiszen nekünk ott az alsóházban úgymond nem nagyon jó a helyünk, én nagyon nem szeretek ott lenni, és mindent el fogunk annak érdekében követni, hogy a nyíregyházi meccset pontosan hozzuk. Pontokkal hozzuk. Pontosan. Igen, abban, hogy 1 vagy 2, 3, az a 2 nem kaphatunk, 1 vagy 3 akkor. Akkor ez mi nagyon sok sikert kívánunk, és köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm. Kedves nézőink, pedig akkor, ahogy ígértem, kosárlabdával folytatjuk az arénát. Eddig remekül szerepel a Falkó kosárlabda csapata, az a kosárlabda csapat, amelyik eddig 2 győzelemmel rendelkezik, és nem sokára, pontosan 7 órakor majd pályára lép az Zalaegerszegen is. Mi azonban nézzünk meg egy kis összeállítást arról, hogy eddig hogyan szerepelt a csapat. Eddig 100%-os mérleggel rendelkezik a Falkó Trendoptika KC élvonalbeli férfi kosárlabda csapata. A szombathelyiek először a Jászberény gárdáját verték idegenben 107-87-re, majd pedig az Aréna Szaváriában győzték le a MAFC együttesét 105-72 arányban. A fővárosiak elleni találkozón összességében jó teljesítményt nyújtottak a sárga-feketék, de azért Kálmán László vezetőedző így is talált kivetni valót csapata játékában. Úgy gondolom, hogy egy kicsit lanyosan kezdtük a mérkőzést. De aztán uraltuk a meccset, az első negyedben elmentünk majdnem 15-20 ponttal, csak nem éreztem azt a ritmust, meg azt a tüzet, amit szerettem volna látni egy ilyen mérkőzésen, és nem volt 2-3 olyan támadásunk, amikor azt mondom, hogy végig tudatosak voltunk. Voltak jó támadásaink, de mondom, a mérkőzés egészét tekintve nem voltam elégedett. Ennél több kell Egerszegen, ha így játszunk, az kevés lesz szerintem. Nagyon sokat számít az, hogy milyen az ellenfél is, mert szerintem ez a MAFC ez sok helyre való, de az élvonalban nem. Hát igen, főleg úgy, hogy most a centerük extra játszott, én így gondolom, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtott, meg volt egy mezőnyembrik a lakos, aki ő is kimagaslót nyújtott. De az ilyen csapatoknak azért nehéz játszani ilyenek ellen, mert nincs nekik tét. Ide jönnek és lesz, ami lesz, játszanak egy jó mérkőzést, ha jósul el nekik, akkor nagyon boldogok. És tényleg tördelték a játékot. Nem azt mondom, hogy antikosárdát játszottak, de ezek ellen a csapatok ellen nehéz játszani. Mi egy kicsit beleadtunk a mérkőzésbe, így is dobtunk 100 pontot, de mondom, teljes mértékben nem voltam elégedett. Nem úgy kezdtük el a játékokat, ahogy szerettem volna, nem úgy ment a labda, ahogy szerettem volna, de mondom, egy ilyen csapat ellen azért nehéz motiválni a csapatot. És a lényeg, 2 mérkőzés, 2 győzelem, ennél jobb rajt nem is lehet. Így van, ezt nézzük, a győzelmeket nem kell megmagyarázni soha. Vereséget már annyi, de hála Isten a csapatunk eddig hozza azt, amit elvárnak tőle. Úgy gondolom, az egerszegi mérkőzés lesz a vízválasztó. Ha ott nyerni tudunk, akkor magasabb célokért is küzdhet a csapatunk. Ha vereséget szenvedünk, akkor kemény lesz még mindig. De mondom, én bízom a srácokban, az egy teljesen más mérkőzés lesz, sokkal jobb hangulata lesz. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy inspirálóak hat majd a játékosokra, a csapatra, és ott is nyerni fogunk Egerszegen. A Falkó Trendoptika KC a bajnokság következő fordulójában hétfőn 19 órakor Zalaegerszegen lép pályára, ezt követően pénteken kora este 7:30-kor a Szeged együttesét fogadja hazai környezetben.
Két gyors információ, akkor kedves nézőink, tehát akkor a kétszer-két dal belépőjegy, az majd arra a mérkőzésre szól, amit a Szeged ellen játszik a Falkó pénteken, és a mai műsorunkban majd valamikor az Akadémiai Foci magazin vége fele mindenképpen egy részeredménnyel tudunk majd szolgálni a ZTL Falkó mérkőzésről. A műsorunk folytatásában pedig nyugodtan mondhatom azt hiszem azt, amit a helye Szombathelyben szoktunk volt mondani, hogy egy meglepetés vendégünk van, ugyanis most itt a stúdióban köszönhetem Szanati Mátyás kosárlabdázót. Szia Matyi! A meglepetés pedig szerintem ugye az, hogy nagyon-nagyon régóta nem hallottunk rólad, de mielőtt elkezdenénk beszélni rólad, akkor egy pár szóval hogy erről a mérkőzésről, aminek az összefoglalóját is itt láthattuk, és a Falkó eddigi szerepléséről milyen véleményed, két mérkőzés, két győzelem, két nagy arányú győzelem? Így van. Hát a MAFC elleni mérkőzésből szerintem nem szabad kiindulni, hiszen de mégiscsak az újonc ellen játszott a csapat, és úgy gondolom, hogy egy nagyon sima meccsen papírforma eredmény született. Viszont voltam kint a felkészülési meccseken is, láttam a csapatot több mérkőzésen, és azt gondolom, hogy ez a csapat ez valóban sokra hivatott, hiszen nagyon jó kosárlabdát játszanak, nagyon lendületesen játszanak, bátran lehet számítani a fiatalokra is, a magyar mag is úgy gondolom, hogy nagyon jó, a légiósok is minőségiek. Hát illetve Laci személye, azt mondom, hogy garancia lehet a sikerre, hiszen igaz, hogy neki edzőként még nincsen olyan komoly tapasztalata, viszont egy páratlan játékos pályafutásán mögötte, és azt gondolom, hogy ő azért látott meg tapasztalt sok mindent, tehát ő pontosan tudja, hogy mikor kell időt kérni, cserélni, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy a Falkó idén komoly célokért fog küzdeni. Ilyenkor egyébként az embernek nem fáj egy picit a szíve, hogyha kimegy mondjuk egy edzőmeccsre, és azt a csapatot nézi, amelyben nem is olyan régen még nagyon sok sikert ért el. Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fáj a szívem, de máshogy alakultak a dolgok. Elfogadtam ezt a jelenlegi helyzetet, illetve próbálom ebből a legtöbbet kihozni, és amikor tudok, kijövök a Falkó meccsére, és természetesen szurkolok a csapatnak, hiszen Bem Doin, a nagy visszatérő, jó barátom, szoktunk beszélni interneten, Vil Tamással szinte napi kapcsolatban vagyok, úgyhogy hát szurkolok a srácoknak tényleg. Ha már azt mondtad, hogy a jelenlegi helyzetet elfogadom, na akkor most mi ez a jelenlegi helyzet? Mert utoljára ugye akkor voltunk képben veled kapcsolatban, amikor távoztál Szombathelyről és az Alba Fehérvár együttesébe szerződtél, ahol nagyon sok nemzetközi kupamérkőzésen léptél pályára és a bajnokságban is. Na akkor, amikor a történet véget ért a bajnokság végén, akkor mi történt veled? Mi a helyzet jelen pillanatban? Hát amikor véget ért a bajnokság, akkor még nagyon sokáig úgy tűnt, hogy maradok Székesfehérváron a következő szezonban. Bocsánat, hogy közösszok, Matyi, hogyha azt egy picit értékelnéd saját magad, hogy milyennek minősíted azt a teljesítményt, amelyet mondjuk az Albában tudtál nyújtani, mert, mint ahogy mondtam, elég sok mérkőzésen kaptál lehetőséget. Így van. Megmondom őszintén, hogy kicsit több lehetőséget is kaptam, mint amire előzetesen számítottam. A bajnokságban is sokáig a kezdő csapatban kaptam szerepet, nekünk mindig közvetlen a mérkőzés előtt derült ki, hogy ki lesz a kezdő, tehát nem volt egy kialakult kezdőötös. A nemzetközi kupa meccsek tényleg óriási élmény volt az összes, maga az utazás, ahogy fogadtak minket, ahogy elszállásoltak, amilyen törődést kaptunk a vendéglátóinktól. Nyilván ott a mérkőzéseken nem volt olyan komoly szurkolás, de maguk a helyszínek, ahova eljutottunk, és amilyen szintű csapatok ellen pályára léphettem, az tényleg egy óriási élmény volt. A saját teljesítményem, én magammal szemben mindig igyekszem kritikus lenni és kritikus maradni. Nyilván jobb teljesítményt vártam magamtól. Voltak azért nehézségek Székesfehérváron. Ebben nem nagyon szeretnék belemenni. Csarnokkal voltak problémák, tulajdonképpen az egyik légiósunk már az elején megsérült, úgyhogy tulajdonképpen a teljes alapszakasz csak két légióssal játszottuk le. Akkor, amikor több légiósunk lett, akkor mindig az volt a gond, hogy most akkor ki játszon, ki ne játszon. Egy szó mint száz, többet vártam volna magamtól, és szerettem volna jobban élni ezzel a lehetőséggel, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség volt, és ahogy kint kamerán kívül beszélgettünk, ez valóban egy előrelépés volt tulajdonképpen a Falkóhoz képest.
de hát úgy alakultak a dolgok, hogy nem maradtam Fehérváron. Sokáig úgy tűnt, hogy lesz közös folytatás. Most jelen pillanatban egy B-csoportos csapathoz fogok szerződni hamarosan, mellette pedig próbálok már a civil életre is koncentrálni. Picit azért maradjunk még mindenképpen a kosárlabdánál, már csak azért is, ugye, mert azt szokták mondani, hogy az élet egy hullámvasút. Hogyha a Falkóról indulunk el, akkor ugye most a hullám taré volt az, hogy elszerződtél az Alba Fehérvár csapatához. Igen. Most a B csoport az nekem inkább hullámvölgynek tűnik, bár lehet, hogy egy ugródeszkának megint csak jó lesz. Abszolút egyetértek vele, tehát én most így nyáron gondolkodtam, sokáig voltak tárgyalások más a csoportos csapatokkal is, és hát voltak azért olyan pillanatok, amikor úgy tűnt, hogy így a kosárlabda része az egy bizonytalan ideig, de abban marad. És én is pont ezt mérlegeltem magamban, hogy tavaly még nemzetközi kupa meccseken voltam kezdő is többször, most meg tulajdonképpen nincsen csapatom, tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes helyzet volt, amit egy kicsit nehezebben éltem meg. De hogyha valami véget ér, akkor nyilván egy másik dolog elkezdődik, és jött egy jó lehetőség a magánéletem, illetve a civil életben, amivel próbálok maximálisan élni, illetve ezzel a B-csoportos csapattal pedig mégis valahogy ott maradok a tűz közelébe, hiszen ez a csapat azért a B-csoport élmezőnyében van a helye, és hát ahogy te is mondtad, ugródeszkának még akár jó is lehet, tehát ha elő tudok rukkolni egy jobb teljesítményre, akkor előfordulhat, hogy jövőre akár egy alcsoportos csapat felfigyel rám, vagy úgy gondolják, hogy kapok még egy lehetőséget az alcsoportban, ezt nem lehet tudni. Most így próbálok az élet több területén is megfelelni, és hát várom ezeket a kihívásokat. De számomra ez, megmondom őszintén, hogy hihetetlenül furcsa. Hát a korodból adódóan még jó pár éved lehetne az NB1-ben. Igen. És tényleg most arról beszélgetünk, hogy tavaly még az Alba Fehérvárba játszottál, és most meg csapat nélkül azon gondolkozol, hogy a civil életben hogyan boldoguljál. Én nekem az a véleményem azért, hogy a magyar férfi kosárlabdázás nincs olyan színvonalon, hogy megengedhetné magának azt, hogy ilyen játékosok kiessenek ebből a rendszerből. Hát köszönöm, ez nagyon jól esik. Nyilván én sem akarok teljesen kiesni a rendszerből, és szeretnék képben maradni. Nyilván ez most az alcsoportos csapatokat tekintve nem túl szerencsés ez a helyzet, amiben most vagyok. De még egyszer mondom, hogyha itt a B csoportban sikerül egy olyan teljesítmény nyújtanom, amivel felhívom az alcsoportos csapatok figyelmét, akkor természetesen állok elébe a folytatásnak, és mindig is kosárlabdáztam, tehát ez nagyon, nagyon komoly része volt az életemnek. Ugyanakkor tehát előbb-utóbb el kell kezdeni másra is foglalkozni, több lábon állni, és az élet más területein is igyekszem megállni a helyemet, és tovább fejlődni. Én azt hiszem, hogy akkor, amikor távoztál a Falkó csapatától, egyáltalán nem égetted fel magad mögött a hídakat. Nem is olyan típusú embernek ismernek. Miért nem játszol most a Falkóban? Valóban nem égettem fel a hídakat, illetve úgy gondolom, hogy abszolút korrekt módon váltunk el a klubbal. Sőt, ha jól emlékszem, akkor Grácer Gyuri bácsi még azt is mondta, hogy hát talán egyszer majd visszatérek, ahogy Vil Tamás, Váradi Kornél, Szabó Zsolt is visszatértek idővel. Én abszolút szívesen térnék vissza Szombathelyre, nyilván ez nem az én döntésem, hanem az aktuális vezetőségé, illetve nem tudom, hogy mikor vagy hogyan illek bele majd az elképzelésekbe. Én megmondom őszintén, látom reális esélyt annak, hogy valaha visszatérek Szombathelyre, hogy most miért nem játszom Szombathelyen. Ez egy nagyon jó kérdés, erre én nem is válaszolnék. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi Falkó keret egy nagyon jó keret, lendületes kosárlabdát játszanak, nem szeretném magam egyetlen játékosnak sem a helyébe képzelni magam, vagy bármelyik játékosnak a pozícióját felcserélni a sajátommal. Én sikeres szereplést kívánok a Falkónak, és tényleg őszintén szurkolok nekik, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Az a számomra egy picit furcsa abban, amit mondasz, hogy
Megpróbálod majd felhívni a csoportos csapatok figyelmét arra, hogy még Szanati Mátyás kosárlabdázik. Hát azért letettél te már annyit az asztalra szerintem az NBA-egy A csoportjában, tehát hogy azért képben kéne lenni ezzel kapcsolatban a csapatoknak. Hát valóban így van, csak azért azt tudni kell, hogy a csapatok többsége tehát elsősorban nem ilyen típusú játékosokat keres, amilyen én vagyok, hiszen tulajdonképpen az egész pályafutásom alatt, hogyha kritikát kaptam, akkor az volt, hogy a pontszerzésben nem jeleskedek. Viszont úgy gondolom, hogy a játék más területein pedig tudok olyat hozzátenni egy csapat játékához, amit mondjuk tudnak hasznosítani például védekezésben, vagy a játék szervezésében, mások helyzetbe hozásában. Betörésekből. Például betörésekből, igen. Csak ez ugye sokszor a statisztikában sem látszik. Nem annyira látványos, ugye ezt akarod mondani? Nem annyira látványos, tehát én mindig inkább így a háttérben dolgoztam. És hát, hogyha adódik egy olyan lehetőség, vagy egy olyan opció felmerül, hogy egy csapatnak egy ilyen játékosra lenne szüksége, akkor nyilván tudják, hogy én vagyok. Tényleg nem tudok ezzel kapcsolatban más mondani. Tehát. Viszont a beszélgetésünk apropóját ugye az adta, hogy én nem is tudom, a neten vagy valahol olvastam, hogy a Szombathelyi Városi Bajnokságban bemutatkozik egy új játékos, akit elennél. Hát azért ez egy picit számomra komolytalan. Tehát azért az, hogy ennyi idő sem, mint amennyi te jelenleg vagy, hogy a Városi Bajnokságba pattogtassál, az egy kicsit durva lenne. Így van, hát jelenleg Szombathelyen tevékenykedem a civil életet tekintve. És hát van egy baráti társaság, akik ebben a Vasi Kosárlabda Klub nevezetű csapatban játszanak, és hát ők először csak így poén szinten felvetették, hogy hát leigazolnak engem, de hát ez az igazolás, ez, ha jól tudom, akkor meg is történt, de hát én még mérkőzésen nem vettem részt, egyszer kint voltam nézőként, illetve edzésen sem, bíztatom a srácokat és szurkolok nekik, de úgy gondolom, hogy inkább úgy mondom, hogy nem tartom valószínűleg, hogy pályára fogok lépni. Esetleg, hogyha úgy adódik, és a srácok eljutnak a rájátszásig, akkor ott szívesen beszállok. Most elsősorban próbálok a B-csoportos csapatra koncentrálni, és amint időm engedi, illetve nem tudom, hogy mi akadálya van annak, hogy a B-csoportban játszom, illetve a városi bajnokságban. Hogyha ez így megoldható, akkor nyilván nagyon szívesen játszom ott is, próbálom ezeket a lehetőségeket megragadni. De hát én sem úgy gondolom, hogy a városi bajnokságban lenne a helyem. De a srácok is azt mondták, hogy ők nagyon örülnek bármikor, amikor tudok menni. Egy abszolút jó hangulatú, jó társaság, akik azért a kosárlabdában sem amatőrök, tehát többen rendelkeznek kosárlabda múlttal. Úgyhogy hát egy ilyen baráti kosárlabda jellege van ennek a dolognak. Elképzelhető, hogy csatlakozom hozzájuk is idővel. Utolsó kérdés, viszont az elmondottak alapján nem is igen lehet más, mert legalább háromszor vagy négyszer említetted a civil életet, amiben majd szeretnél boldogulni. Mi az, amit jelenleg csinál Szombathelyen, mivel foglalkozom? Hát jelenleg Szombathelyen és Szombathelyi vonzás körzetében dolgozom. Egy német vagyontanácsadó cégnél vagyok tulajdonképpen pénzügyi elemző. És hát én már foglalkoztam ezzel korábban is, még mielőtt elmentem volna Székesfehérvárra itt Szombathelyen. Akkor még csak a szárnyáimat bontogattam, ha szabad így fogalmazni. Most már ezen a területen is jóval komolyabb céljaim vannak, és egyelőre jól alakulnak a dolgok. Ezzel foglalkozom, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan terület, ami mindig is lesz, és nyilván a pénz az mindenkinek egy nagyon fontos dolog. Nyilván ez ügyben ugye folyamatosan képzem magam, és próbálok itt is minél inkább napra kész lenni, illetve valóban egy profi munkát végezni itt is. És úgy gondolom, hogy ebben a kosárlabda, illetve maga a sport nagyon sokat segít magában a hozzáállásban, a kitartásban, és ezekben a dolgokban. Hát én most búcsúzol, akár még azt is mondhatnám neked, hogy sok sikert a civil életben, de nem mondom. Inkább azt mondom, hogy sok sikert kívánok neked a kosárlabdapályán, és természetesen köszönöm szépen, hogy befogadtál a stúdióba. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, zárásként akkor a mai arénában atlétika, már csak azért is, mert nemrég rendezték meg a Vas megyei atlétika napját, ahol ráadásul még egy születésnapot is ünnepeltek.
A szombathelyi dobó ese és a Halmai Zoltán olimpiai hagyományőrző egyesület első alkalommal rendezte meg a Vas megyei atlétika napját. A rendezvényt a dobó ese Sugáruti munkacsarnokában tartották. Tavaly esztendőben megszűntek a megyei atlétikai szövetségek, és az utolsó ilyen évzárulésen felvetettem azt a javaslatot, hogy ettől függetlenül a Vas megyei szombathelyi atlétikai egyesületek minden évben a szezon végén jöjjenek össze, értékeljék közösen az eredményeket, és fehér asztal mellett egy jó étel, egy jó pohár ital mellett beszélgessünk el, hiszen mégiscsak egy sportcsaládba tartozunk, a pályán riválisok vagyunk, de amúgy pedig sportbarátok. A haladás, a delfinese és a szóese sportoló is részt vettek az eseményen. Sikerekben, érmekben és elismerésekben gazdag évet tudhatnak maguk mögött 2014 a szombathelyi atléták. Tényleg jól alakult az esztendő. Tavaly azt gondoltuk, amikor minden világversenyről remmel jöttünk az, hogy ez nem fog megismétlődni, de szerencsére ebben az évben is úgy alakult, hogy tényleg minden világversenyen sikerült érmet szerezni a tanítványainknak. Hát közül kiemelkedik Krisztiánnak az Európa-bajnoki aranyérme, illetve hát megcsinálta a Mester 3-as, mert megnyerte a Grand Prix-t, megnyerte a világkupát és megnyerte az Európa-bajnokságot. Ez legutóbb Gécsek Tibinek sikerült 1998-ban. Annak a Gécsek Tibornak, aki a 20. század legeredményesebb vasi atlétája. A Vas megyei atlétika napján köszöntötték a legendát, aki nemrégiben ünnepelte 50. születésnapját. 50 év, mikor eljön, az nem is gondolna az ember, hogy csak kopogtat az ajtón. Hát megvan, de szerintem az életet tovább kell csinálni, élni kell, és örülni annak, hogy ilyen emberek vannak, akik elvégzik a feladatukat, és a gyerekek pedig leedzik a penzumot. A rendezvény közös estebéddel zárult, ahova minden résztvevőt és vendéget kötetlen beszélgetésre invitáltak a szervezők. Kedves nézőink, nagyon gyorsan elrepült az idő, már csak a sorsolásra maradt egy kis időnk. Köszönjük szépen, nagyon sok SMS-t kaptunk. Én a kollégámnak köszönöm szépen, hogy ilyen szép kis hajókat, vagy nem is tudom, repülőket hajtogatott nekem, és akkor gyorsan kisorsolnám azt a két nyertest, aki megnyeri a belépőt a Falkó következő hazai bajnoki mérkőzésére. És már akkor repül is az első nyertes, aki nem más, mint a 20-393-31-90-es szám gazdája. Gratulálunk neki! És a következő, azt meg akkor húzzuk a túloldalról. 30-552-91-77-es számról érkezett ez az SMS. Mind a két nézőnknek tehát gratulálunk a két-két darab belépőjegyéhez a pénteki Falkó Szeged mérkőzésre. Mi hamarosan sporttal folytatjuk a mai estét, úgyhogy ne menjenek túlságosan messzire, mert következik az Akadémiai Foci Magazin, azt követően pedig a Portré.